Sziasztok! Ebben a rövid videóban a Shih Tzut mutatjuk be nektek. Ha többet is szeretnétek megtudni róla, a videó alatti URL címre kattintsatok, amit itt fent a videó jobb felső sarkában is láthattok. Kezdjük egy rövid összefoglalással. A kutya neve tehát Shih Tzu, ezt fonetikusan és hagyományos írásmóddal is írják. Származási helye Tibet. Eredeti feladata öleb. Marmagassága maximum 26,5 cm. A súlya 4,5-7,5 kg között mozog. A várható alomszám 3-5 kölyök, míg a várható élettartam 10, akár 16 év is lehet. A nemzetközi szervezetek elismerik a fajtát. A Shih Tzu tehát ősi tibeti eredetű fajta. A neve kínai, jelentése oroszlánkutya. A 16. századtól szokás volt Tibetben, hogy a Kínából érkező előkelő vendégeknek Shih Tzu kutyát ajándékoztak. Így került ez a fajta Kínába. Itt pekingi palotapincsivel keresztezték, így nyerte el mai küllemét. Európába a 20. században jutott. Hamar népszerű lett különleges megjelenése miatt. Különleges, tetszetős mini kutya a Shih Tzu. Igen dús szőrzettel rendelkezik, amely minden elképzelhető színárnyalatban előfordul. A farkát vidáman a hátára hajlítva hordja. A füle nagy, lelógó, hosszú szőr borítja, ezért úgy tűnik, mintha egybeolvadna a nyak szőrével. A Shih Tzu akkor mutatós igazán, ha szőrzete jól fésült, tiszta, sejmes és csillog. A bundája ezért rendszeres napi ápolást igényel. A teljes kifésülés hosszú időt, akár több órát is igénybe vehet. Akinek nincs erre kedve vagy ideje, az más fajtát válasszon magának. A fejszőrzetét legtöbbször bóbitába kötik, hogy ne lógjon a szemébe. A legtöbb Shih Tzu tulajdonos körülbelül 2 havonta viszi kutyáját kutyakozmetikába, ott lenyírják a szőrét. A Shih Tzu értelmes, kiegyensúlyozott, barátságos és társaságkedvelő fajta. Nagyon ragaszkodik a gazdájához és a családjához, velük szemben kedves, hatalmas, szerető szíve van. Nem engedelmeskedik szolgai módon, de nem is túlzottan tapadós a szeretetével. Csak akkor ugat, ha valamilyen bajt észlel. Nagyon jól megfér a házi állatokkal, macskákkal, nyulakkal. Más kutyákkal sem szokott baja lenni. A gyerekeknek jó játszópajtása, ezért igazán jó választás lehet olyan panelbe is, ahol nagy család él együtt. Az idegenekkel szemben viszont gyakran bizalmatlan, nem barátkozik akárkivel. Hajlamos némi makacskodásra, de egyértelmű és következetes neveléssel sok mindenre megtanítható. A feltétlen engedelmesség nem jellemző rá. Azt sem szereti, ha goromba hangon parancsolgatnak neki. Alapvető szabályokra természetesen meg kell tanítani. De könnyen sikerül jó természetű, szeretetre méltó kutyust nevelni belőle. A mozgás igénye átlagos. Nagyon jó az alkalmazkodó készsége. Ha a gazda szeret kirándulni, a Shih Tzu szívesen elkíséri, de a lakásból ritkán kimozduló személy mellett is jól érzi magát. A meleg napokon árnyékos, nyugodt helyre szokott húzódni. Etetése egyszerű és olcsó. Inkább arra kell figyelni, nehogy elhízzon. Nagyszerűen megállja a helyét családi kutyaként vagy társként. Különösen alkalmas idősebb személyek vagy gyerekek mellé. Elsősorban kedvenc, ezért inkább lakásban tartják. De jelzőkutyának is alkalmas. Ha tetszett neked ez a videó, kérjük lájkold, és oszd meg a barátaiddal is. Ha van kérdésed vagy hozzászólásod, írd meg nekünk a videó alatt. Köszönjük!